Áttekintés címmel nyitotta meg kapuit Tömpe Emőke képzőművész legújabb kiállítása a Rákos Csabai Közösségi Házban december 6-án. A keramikusként tevékenykedő és festészettel egyaránt foglalkozó alkotó 70. születésnapja alkalmából munkásságának főbb alkotásait válogatta össze a tárlathoz. Az eseményen jelen volt Dunai Mónika, Rákosmente országgyűlési képviselője is. Parancsunk szól, te csak ne is beszélj, elnyomja úgy is az orkán. De elég már, a parancs szó nem használ. Magyar Viktória és Tömpe Gábor közös zenei előadásával vette kezdetét az Áttekintés című kiállítás megnyitója a Rákos Csabai Közösségi Házban december 6-án. Az idén 70. születésnapját ünneplő alkotó Tömpe Emőke ezúttal az elmúlt évtizedekben létrehozott jelentősebb munkáit vonultatta fel tárlatán. Művészeti tevékenységét Szemadám György, Munkácsi díjas festőművész író, a Magyar Művészeti Akadémia elnökségi tagja méltatta. Tömpe Emőkének korábban csak az akvarellyeit volt alkalmam megismerni. Miután többször találkoztunk egy tiszakécskei alkotótáborban, de tudtam róla, hogy a gyulai művésztelep állandó résztvevője, és miután ennek alkotói egészen sajátos színfoltot képeznek a magyar képzőművészetben, tisztelettel figyeltem tevékenységét. A gyulai művésztelep alkotóit ugyanis a szociográfus realistáknak is lehetne nevezni, mert falusi portákat, régi, omladozó épületeket, kidobott tárgyakat, vagy akár a félmúlt szobabelsőit festik. A megnyitó további részében Lakatos J. Péter, József Attila Thomasman üdvözlése című költeményét szavalta el, melyet követően a jelenlévők felköszöntötték az ünnepeltet. Tömpe Emőke a kiállítással kapcsolatban elmondta, egész munkássága megtalálható benne, többek között olyan művek is, amelyeket az 1970-es évek elején főiskolás korában hozott létre. Most töltöttem a 70-et, és ennek megünneplését magamnak úgy gondoltam, hogy akkor nézzem át a munkáimnak a kedves részeit, a 20 év agyagozás és kerámia szobor készítés után jött vissza a festészet, mert 20 évig csak agyagoztam, aztán oda csaptam az agyagot, hogy most akkor visszamegyek festőnek. A felvázolt kettősség jegyében tehát a helyszínen kerámiák és festmények kerültek bemutatásra, a képzőművész utóbbiakat olajjal, illetve túlnyomó többségüket akvarell technikával készítette el. Témaválasztásaival kapcsolatban elmondta, nagyon fontos számára a majdnem falusi életforma, amelyben él. Gyermeki élményei segítenek rá csodálkozásaiban meglátni az emberit. Közvetlen környezetének elhasználódott tárgyait viszont kerámia kis plasztikáiban jeleníti meg. Tömpe Emőke áttekintés című tárlata 2020. január 10-ig tekinthető meg a Rákos Csabai Közösségi Házban.